Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, öröm ünnepre gyűltünk össze itt Gazdagréten, a Szent Angyalok templomban. Hiszen látjátok, hogy sok-sok fehér ruhás gyermek veszi most körül az oltárt, kereken 30-an vannak, azok a kis testvéreink, akik most először találkozhatnak az Úr Jézussal az oltári szentségben, a mai első áldozási ünnepünkön. Sok szeretettel köszöntelek benneteket itt Jézus oltáránál, azért fehér a ruhátok, mert tegnap már a Szent Jónásban megmostuk a lelkünket. Jézus megtalálta az elveszett báránykáit, nem is vesztek el, mert hiszen olyan nagy bűnöket még a gyermekek nem követnek el, de mégis Jézus példázata a jó pásztorról és az elveszett bárányról az ő szeretetére utal. Ezért nem egy liturgikus darab ez a plüss bárányka, de mégis itt hagytam az oltár mellett, hiszen tegnap ez a kis bárány volt a jelképe a ti gyónásotoknak, a ti személyeteknek, hogy Jézus a jó pásztor keresi övéit, és szeretné, hogyha az ő nyája mindig együtt maradna, és nem veszne el egy sem az övéi közül. Ő utána megy az egy elveszettnek is egyébként, hogyha 100 juha közül egy elveszne. Így tehát ennek örömével vagyunk most együtt, húsvét 4. vasárnapján, a Jó Pásztor vasárnapján. Nem véletlenül beszéltem ennyit a bárányról, meg a pásztorról. És erre a mai szép ünnepünkre eljött közénk Bársony Árpád, testvérünk is, az Esztergomi Szeminárium papnövendéke, aki a hivatásáról fog majd bizonyságot tenni nektek, mert ezt a mai vasárnapot úgy is hívjuk, hogy a hivatások, a papi hivatások vasárnapja, a jó pásztor vasárnapja. Árpádot is szeretettel köszöntöm, és természetesen első áldozóink, kedves szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, minden jelenlévő testvéremet, és az Apostol Televízió és a Pax Televízió kedves nézőit is egyaránt. Szentmisénkre, ünneplésünkre készülve most elmondjuk a közös imánkat, hogy tiszta szívvel ünnepelhessük a mai szentmisét, amelyet első áldozóinkért ajánlok föl, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mozgással. Én védkem, kérem azért a korosságos, mindenkor szeretőhez imádját, az összes angyalokat és szenteket, és mindeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Thank you.
Dicsőség a magasságban Istennek. És a fölvégesség, a Mindenható örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe. Jusson el híveid gyönge nyája oda, ahová előttünk ment Jézus, a mi erős pásztorunk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban Péter a Szentlélektől eltelve így szólt: népünk elöljárói és ti vének, ha ti ma azért hallgattatok ki minket, miután egy beteggel jót tettünk, hogy vajon ő hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy ez az ember, annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által állít előttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálából. Ő az a kő, amelyet ti építők elvetettetek, és mégis szeglett kővé lett. Nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözölhetünk. Ez az Isten igéje. Thank you.
lecke Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt: Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ott hagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem, és én is ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért, de más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, először is köszönöm a köszöntő szavakat. Igen, azért jöttem, hogy tanúságot tegyek. Tanúságot a hitemről, Istenről, ezért arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogy kerültem ide, mi az, ami engem meghatározott, mi az, ami az Istennel való kapcsolatomat meghatározta.
Hála Istennek, szüleim nem váltak el, öten vagyunk testvérek, és a szüleim katolikusként katolikusnak neveltek. Körülbelül 6-7 éves lehettem, mikor támadt bennem egy ilyen gondolat, hogy mi lenne, ha pap lennék. Ez nagyon megmaradt bennem, mert nem igazán tartottam normálisnak, hogy egy gyereknek ilyen megfordul a fejében. Aztán mégis itt vagyok. Nem is szóltam senkinek, csak éltem tovább a kis életemet, hogy egy gyereknek azt élnie kell. De ez a gondolat újra és újra előjött. Én meg újra és újra elkergettem. Néhány szempontot emelnék ki. Az egyik a Szent Jónás, a másik a Szentírás, és a harmadik pedig a hála, és az ebből következő jókedv. Arra jöttem rá az eddig életem alapján, hogy ezek a legfontosabbak. Mondhatná az ember, hogy ez nem valami nagy felfedezés, hiszen hogyha nem is az elsős, de a másodikos, vagy legkésőbb a harmadikos hittanúrán megtanulja ezt mindenki. Nekem erre több évem és sok kapcsolatom ment rá, hogy ezt ne csak fejben tudjam, hanem meg is éljem, saját káromon, fejlődésem érdekében. Elég fiatalon, körülbelül 8-osként kitűztem magam elé egy életcélt, hogy Nobel-díjas fizikus leszek, és CERN-ben a világ legnagyobb kutatóintézetében fog dolgozni. És ez a későbbiekben az egész mentalitásomat meghatározta. Megtanultam, hogy kitartónak kell lennem, hogy a cél eléréséhez vezető út áldozatokkal és lemondásokkal jár. Be kellett látnom, hogy sokszor maradok egyedül a céljaimmal, és ezért erősnek kell lennem, és akár egyedül is tovább menni. Ezt a nagyon céltudatos, előretörő és kicsit bezárkózó magatartást azonban kivetítettem Istenre is. Ha az Isten nem segít, akkor megyek előre egyedül. Akkor elkezdtem elhagyni az imádságot, vasárnapi misékre még általában elmentem, meg néha gyónni is. És kialakult bennem egy olyan kép, hogy nekem az Isten előtt tökéletesnek kell lennem. És mivel ezt nem tudom megvalósítani, ezért egy óriási szégyenérzetem volt Isten fele. Nem egy bocsánatkérő odafordulás, nem egy elzárkózó szégyen. Hogy így nem mehetek az Isten elé, így bűnösként. Meg hát ráadásul ott van a papa gyóntató fülkében, és akkor ő majd mit gondol? Ezért elhatároztam, hogy kiválasztok két bűnt, ami nagyon zavar, és addig nem megyek el gyónni, amíg ezeket le nem teszem önerőből. Röviden összegezném, hogy ennek mi lett az eredménye. Egy, körülbelül semmi ima életem nem maradt, maximum vizsgák előtt, hogy Uram, segíts meg. Kettő, még a gyónásról is lemondtam. Három, Isten nélkül emberileg is eltévedtem, így a legközelebbi barátomat bántottam meg, és még tőlük is elzárkóztam. Úgy foglalhatnám össze, hogy egyedül maradtam, de úgy tényleg. Kedves testvérek, hogyha a végeredmény nem lenne önmagában elég visszataszító, akkor azért kérlek titeket, hogy ilyet ne csináljatok. Isten azért halt meg értem, hogy megváltson a bűneimből. A papot az érdekli a gyóntató fülkében, hogy az Istenhez tereljen, és az Istennek a megbocsátó szeretetét közvetítse. És nem nekem kell önerőből tökéletesnek lennem, hanem szeretnem kell az Istent, és hagyni, hogy ő formáljon. És az egészben az Istennek a humora az volt, hogy még így is elő-elő tört bennem az a szelíd kérdése az Istennek, hogy Árpád, papsággal mi lesz? Elhihetitek, kedves testvérek, hogy ez volt az utolsó dolog, amiről hallani szerettem volna. Barátnőm volt, családot szerettem volna, cserkészetnek köszönhetően rengeteg gyerekkel foglalkoztam, és mindig az járt a fejem, hogy egyszer majd nekem is lesznek saját gyermekeim. Volt egy elképzelésem az életemről, hogy a papi pálya az nem igazán jöhetett szóba. Kerestem a helyemet a világban, kerestem magamat, de valami hiányzott. Több mint egy év után elmentem gyónni. Akkor tapasztaltam meg hosszú idő után, hogy
mit jelent az, hogy az Istennek szeretett gyermeke vagyok? Hogy Isten sosem hagy magamra. Megértettem, hogy Isten a legnagyobb hibáim ellenére is szeret engem. Hogy Jézus azokért is meghalt és föltámadt, akik őt keresztre feszítették. Azóta szépen fokozatosan fedezgetem föl, hogy a gyónás az Istennek az egyik legnagyobb ajándéka, amelyet semmilyen más vallás nem értett meg. Már egyetemre jártam, mikor emberileg is és lelkileg is eljutottam odáig, hogy a papság kérdésével nekem foglalkoznom kell. Nem nagyon tudtam mit kezdeni ezzel, mivel nem volt lelkivezetőm, nem tudtam kivel megbeszélni, meg nem is igazán akartam erről beszélni, mert attól tartottam, hogy mi van, ha oda fut ki ez a dolog, hogy nekem papnak kéne lennem. Tehát az összes papismerősömet fölkerestem, és megkérdeztem, hogy nála mi volt, hogy kezdődött. Azt reméltem, hogy hát, ha valaki ugyanolyan szituációban volt, mint én, és akkor azon a vonalon én is el tudok indulni, de hát nyilván nem találtam ilyet. Betelt egy kis időbe, amíg ki tudtam mondani, hogy Uram, ha te tényleg ezt akarod, akkor veled megcsináljuk. Akkor veled elindulok ezen az úton. Az elején még a Szentírást emeltem ki, mint fontos szempontot. Én korábban nem olvastam a Bibliát. De tavaly volt egy szobatársam, aki viszont 0-24-ben azt bújta. Volt egy kis szabad ideje, vagy befejezte már a tanulást, akkor elővette és imádkozott. Eleinte nagyon furcsáltam ezt az egészet, de aztán az jutott eszembe, hogy lehet benne valami, hogyha ennyire leköti ezt az embert. És így vettem én is kézbe, így kezdtem vele imádkozni, és rájöttem, hogy egy óriási ajándéka ez is az Istennek, hogy bármikor kezembe vehetem az Isten igéjét, hogy bármikor imádkozhatom vele, bármikor elmélkedhetek rajta, és hogy az Isten ezen keresztül szól hozzám. Én az első szentírásomat első áldozásomra kaptam, hogy erre buzdítalak titeket is, gyerekek, hogy vegyétek elő néha, és olvassatok bele egy kicsit. A harmadik pillér, amit kiemeltem az elején, az a hála, és az ebből fakadó derű, jókedv. Körülbelül 2 hónappal ezelőtt volt egy nagyon nehéz időszakom, nagyon feszült, nagyon ideges voltam, és ez így nem múlt el. És elmentem az egyik bejáró gyóntató atyához, és elmondtam, hogy mi a helyzet, és azt válaszolta, hogy Árpi, ha ezt így akarod folytatni, akkor inkább menjél el. Akkor így nem maradj a szemináriumban. Ez nagyon szíven ütött, hogy végre nagy nehezen fölismertem, hogy tényleg pap szeretnék lenni, és Kerry azt mondja, hogy menjek el. És rájöttem, ezen az atyán keresztül és egy ferences testvéren keresztül megmutatta nekem a jó Isten, hogy ezt lehet másképp is csinálni. És ez a másképpen pedig a hála, az ebből fakadó derű, vidámság, humor. Erre a látásmódra hívlak titeket, hogy Szent Pál is felszólít, adjatok mindig hálát mindenért. Ez a magatartás az egész életet felfrissíti és az Istenhez közelíti. Legyetek gyerekek, ti is nagyon vidámak. Fegyelmezettek, de vidámak. És végül pedig kérlek titeket, kedves testvérek, hogy imádkozzatok értem. Imádkozzatok a társaimért, többi papnövendékért, imádkozzatok a papokért, a szerzetesekért, hogy az Isten mellett ki tudjunk tartani hűségben. Köszönöm Árpád testvérünk tanúságtételét, és szívleljük meg ezeket a fontos gondolatokat és üzenetet és tanácsot, legyünk hálásak. És most éppen, amikor az Eukarisztiát ünnepeljük, akkor a hálaadás szentségét ünnepeljük. Erre készülnek most a gyermekeink.
akik átveszik az első áldozó gyertyákat, most a minisztránsoktól, és utána, ahogy ezt már elgyakoroltuk, meggyújtjuk a lángot, itt a középen ülő gyermekek kapják meg először, majd pedig továbbadjuk egymásnak a lángot, vigyázunk magunkra, egymásra, főleg a szép hosszú hajú kislányok, hogy a hajukba ne kapjon a láng, tehát eltartjuk egy kicsit a gyertyát magunktól, mindig függőlegesen tartjuk, és amikor még nem ég a gyertya, akkor vesszük át a lángot a szomszédunktól. Most kérem, hogy álljatok föl, első áldozók, és majd aztán a kedves testvéreim is, mert most először a hitvallásunk, a keresztségi fogadás megújítása következik. Az égő gyertya az Úr Jézust jelképezi, és látjátok, itt a nagy húsvéti gyertyáról vettük át a lángot, a feltámadt Krisztus jelképe a húsvéti gyertya, és a kezünkben lévő láng pedig minket jelképez. Azt mondta az Úr Jézus, én a világ világossága vagyok, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És nekünk is ezt a feladatot adta, úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék érte mennyei atyátokat. Látom most már, hogy mindenkinek ég a gyertyája, az első áldozókkal, kedves szüleikkel, keresztszüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel, jelenlévő híveinkkel együtt most újítsuk meg a keresztségi fogadást, fogadalmat. Kérdezlek tehát benneteket, ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek? Ellene mondotok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek? Ellene mondotok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme? Most pedig a hitvallási kérdések következnek. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Istenben, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, aki kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és visszatért a mennybe az Atyához? Hisztek-e Istenben, a Szentlélekben, hisztek-e a katolikus krisztusi szent egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Most az a három gyermek eloltja már a gyertyáját, és odaadja a szomszédjának. Aki előre imádkozza a ti ígéreteteket, örömmel fogadjuk azt az ígéretet, amelyet Jézusnak tesztek most, első áldozásotok napján. Most csak a gyermekek ismétlik meg az előre imádkozott fohászokat. Első áldozásom napján megígérem neked, hogy minden nap imádkozom. Vasárnap misére járok. És gyakran áldozok. Rendszeresen gyónok. Mindig jó leszek, és másoknak sok örömet szerzek.
Kérlek, segíts! Hogy mindig kedves gyermeke legyek a mennyei atyának, jó testvére embertársaimnak, és eljussak az örök életre. Ámen. Az Úr Jézus fogadja szeretettel a ti ígéreteteket, és adjon erőt, hogy ezt meg is valósítsátok. És most eloltjuk a gyertyáinkat, a minisztránsok a kosarakkal összegyűjtik, és következik majd a közös imádságunk, a hívek könyörgése. Fújjátok el a gyertyátokat, és tegyétek bele a kosárba, és kérem akkor azt az öt gyermeket, aki előolvassa a könyörgéseket, ugyancsak álljon ide az oltár lépcsőjére, te állsz középen. És ahogy szoktuk, kedves testvéreim, a hívek fohászaira válaszoljuk majd közösen azt, hogy kérünk téged, hallgass meg minket. Kedves testvéreim, most imádkozzunk ezekért a kedves első áldozókért, hogy Jézusnak mindig hű tanítványai legyenek. Add, Urunk, hogy mindig tiszta szívűek legyenek, és szeretetedben éljenek. Add, Urunk, hogy gyakori szent áldozás által megerősödjenek az Isten gyermekei kegyelmi életben. Add, Urunk, hogy napra növekedjenek jóságban, bölcsességben és kedvességben előtted is. Add, Urunk, hogy szüleinknek örömet teljék jóra törekvő engedelmes életükben. Add, Urunk, hogy akik ma együtt eszik az örök élet kenyerét, a mindennapi életben is megmaradjanak a kölcsönös szeretetben. Add, hogy akik ma először részesülnek Szent Fiad áldozati lakomájában, növekedjenek a kegyelmi életben, és eljussanak az örök boldogságra, Krisztus, ami Urunk által. Most helyet foglalunk, és két első áldozó gyermek fogja az adományokat fölhozni az oltárhoz, a kenyeret és a bort. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány, mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy, hanem csak egy szóval, és először az első áldozók járulnak a szent áldozáshoz itt az oltár előtt. Ezután megáldoztatom az asszisztenciát, és azt követően megyünk ki a szokott módon, szokott helyekre áldoztatni. Imádsággal kísérjük azokat a szent pillanatokat, amelyekben gyermekeink, unokáink most részesülnek, és először találkozhatnak az Úr Jézussal az ő szentségi jelenlétében. Teste és vére. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Teste és vére. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Amen. Krisztus teste és vére. Amen. Krisztus teste és vére. Amen. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére.
Krisztus teste és vére. Amen. Krisztus teste és vére. Amen. Krisztus teste és vére. 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 Rá lehetőség, hogy valósággal megáldozz a Szent Misén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben ígő vágyakozással egyesülve az üdvözítő életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Jézusom, Istenem, hiszem, hogy irántam való szeretetből szenvedtél és meghaltál a keresztfán. Hiszem, hogy az oltári szentségben jelen vagy, mert te mondtad, aki örökké igazmondó vagy. Jézusom, Istenem, mindennél jobban szeretlek. Teljes szívemből és minden erőmből szeretlek, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Irántad való szeretetből szánom és bánom, hogy megbántottalak. De többé nem vétkezem, inkább meg akarok halni, mint vétkezni.
utánad vágyódik a lelkem. Jöjj Jézusom, jöjj szívembe, és maradj velem. Átkarollak, mintha valóban bennem volnál. Örök hála jóságodért. Ámen.
Most az első áldozók hála imája következik. A gyermekek most fölállnak, álljatok föl, légy szíves. És majd megismétlitek az előimádkozott fohászokat. Uram Jézusom! Uram Jézusom! Megköszönöm neked, hogy eljöttél hozzám. Itt vagy nálam. Itt vagy nálam. És én boldog vagyok. Mindennél jobban szeretlek téged. Mindennél jobban szeretlek téged. Köszönöm jóságodat. Köszönöm jóságodat. Köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy szeretsz engem. Megígérem. Megígérem. Hogy mindig szeretni foglak. Hogy mindig szeretni foglak. Mindig azt akarom tenni. Mindig azt akarom. Ami neked tetszik. Ami neked tetszik. Kérlek, segíts. Kérlek, segíts. Hogy mindig jobb legyek. Hogy mindig jobb legyek. Hogy tanításodat meg tudjam tartani. Hogy tanításodat meg tudjam tartani. És eljuthassak hozzád az örök életre. És eljuthassak hozzád az örök életre. Kérlek, segíts. És áld meg hozzátartozóimat, szüleimet, testvéreimet, barátaimat. Add, hogy mindnyájan eljussunk hozzád a mennybe. Ámen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőlő test romolhatatlan feltámadására, Krisztus, ami Urunk által. Most imádkozunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyám, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben megjelenő Krisztus, elismerjük és egyre jól használjuk. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és szállájunk, orvosunk és édességünk, hallgatásságot, hogy az ő erejét és törvényt elküldjük mindenekhez. Add, hogy a készület ideje és az Eukarisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megnyugvására szolgálja. Most közvetlenül az első áldozás után most a köszönet nyilvánítás történik. A gyermekek megköszönik a kedves szüleiknek és keresztszüleiknek, családtagjaiknak, hogy segítették őket ezen az úton, amely ide vezette őket az első áldozásra. Most a minisztránsok kiosztják azt a jelképes, és mégis a szeretetet, és a mi hálánkat kifejező virágokat, amelyeket majd átadnak a kedves szülőknek, és én magam is hálásan köszönöm a kedves szülőknek és keresztszülőknek, hogy amit a gyermekük megkeresztelésénél ígéretként tettek, ezt megtartották és vállalták a keresztény életre való nevelést, annak feladatait. A gyermekek hittant tanulnak az iskolában is, itt pedig felkészültek
az első áldozásra. Megköszönöm, hogy ezen az úton segítettétek őket, és továbbra is vezessétek, mert még van egy harmadik beavató szentség, majd a bérmálás, a nagykorúság szentsége, amellyel saját döntésük alapján válnak felnőtt keresztényé. Most a gyermekek megkeresik itt a népes tömegben, vagy közösségben, inkább ezt a szót kell használnom, a családjukat. Már indulhattok is, akinek van virága. Én pedig Julika néninek szeretnék köszönetet mondani, aki felkészítette a gyermekeket, és egy éven át előkészítette a mai ünnepünket. Isten éltessen, és áldjon meg a további szolgálatokat. A gyermekek tehát most elindultak a családjaik felkutatására. Lehet, hogy közben már azért kifigyelték, hogy hol ülnek a kedves családtagok. És miközben a hálavirágok átadása történik, ismét jelzem, hogy a szentmisét követően itt majd először is szépen kivonulunk illő módon, aztán még mindig felöltözve visszatérünk ide a szentélybe, és közös képet, fényképet készítünk, csoportképet. Aztán a kedves családok, családtagok, ha szeretnének külön fényképet, akkor arra is van lehetőség. És mindezek után vendégségbe várjuk az első áldozóinkat és családtagjaikat. Eközben pedig még néhány hirdetést szeretnék közzétenni. A hírlevelünkben felsorolom a kedves első áldozók névsorát és neveit. Így ismerkedhetünk meg a gyermekekkel, akik 30-an, mint említettem, a mai szentmisében első áldozók lettek. Az első áldozáshoz szorosan kapcsolódik az az örömünk, hogy elindult az örök imádás itt a Szent Pió atya kápolnában, és várjuk még továbbra is a jelentkezőket, akik vállalnak időpontot, hogy a 168 órás heti folyamatos szentségimádásunk hétről hétre mindig biztosított legyen, és ez az örök imádás sok kegyelmet eszközölhessen egyházközségünk számára, híveink, és remélem az én számomra is természetesen. Felnőtt keresztelésre is készülünk. Ezeknek az oktatási időpontja hétfőnként este 6 órakor van a közösségi házban. A Szent Gábriel Irodalmi Klub május 13-án tartja a következő találkozóját. Erről is olvashatunk a hírlevélben és a honlapunkon, a szentangyalok.hu plébániai honlapon. A Szent Angyalok jegyes oktatás is júniusban esedékes lesz, ennek a hírét, időpontjait is adjuk majd tovább, hogy az idei házasságra készülő jegyes párok erre a felkészítő hétvégére el tudjanak jönni, aki erre igényt tart. Megjegyzem azt is, hogy holnap nagy ünnepünk lesz, a Főegyházmegye fő ünnepe, védőszentünk Szent Adalbert püspök vértanú ünnepe. Itt a budai középső esperes kerületünkben búcsú ünnep van a Szent Adalbert plébánián. Este 4-8-kor lesz holnap az ünnepi szentmise az Etele úton az új Boldog Meszlényi Zoltán templomban. Musics Antal esperes úr vár mindenkit, elődöm az esperesi hivatalban, és a Szent Adalbert plébánia plébánosa mindenkit vár. És nem kifejezetten hitéleti kérdés, de a plébániánk egyre szorosabb
kapcsolatot igyekszik ápolni libanoni keresztényekkel, hívekkel, a nagykövetséggel. Mint tudjátok, márciusban látogatást tett nálam a libanoni nagykövet asszony, aki maronita keresztény testvérünk, és most jelezte a kérését, hogy házvezetőnőt keres a nagykövetségre, amely egyébként itt van a közelünkben a Sasadi úton. 50 év alatti hölgyet keres erre a szolgálatra. Zárójelben megjegyzem, hogy főzni nem kell, csak az egyéb teendőket ellátni. Aki tud ilyen személyről, aki egyrészt munkát keres és alkalmas erre a feladatra, kérem, hogy jelezze itt a port a szolgálatnál, hogy összehozzuk a kérést és a vállalkozást. Annál is inkább, mivel itt őrizzük a libanoni szentek erekjéit, itt a templomunkban, és egyre jobban szeretnénk elmélyíteni ezt az eszmét, amely egyébként a Közel-Kelet keresztényeihez és kiváltképpen az üldözött keresztényekhez kapcsol bennünket. Most a gyermekek énekelni szeretnének. Van egy kedves ének, amelyet ők minden hittanórán elénekeltek, és most az Úr Jézusnak köszönetképpen újra eléneklik éneküket. Úr Jézussal való találkozás nyomán gyermekeinknek és kedves családtagjaiknak a Szentmise végén ismét megköszönöm Árpád testvérünknek a tanúságtételét az ő életére is és a kedves papnövendékek életére, a szeminárium közössége életére is a Jóisten áldását kérem. Most is, egyéb imáinkban is, és most pedig mind a jelenlévőkre, mind pedig a televízió kedves nézőinek életére kérem az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Isten, aki egyszülött fiának feltámadása által megadta nektek a megváltás és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával. Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét. Miután pedig a hit által új életre támadtok fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá a mennyei hazából. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal,
Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindjárt szent angyalok és Istennek minden szentjei. Aki szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztette, ott kérünk, hogy az ő szent anyja boldogságos Szűz Mária közben járása, elnyerjük az örök életet Krisztus, a mi Urunk által. Kedves nézőink, 2018. április 4.